A Dunai Vároldal legpanorámásabb telkén, a legdrágább villa, a legkacskaringosabb történettel. Egy miniszterelnöknek tervezte az építészkirály, később a legnagyobb magyar műgyűjtőjé lett. Lebombázták, kifosztották, aztán 50 év múlva újraépült, ez az Ybl Lónyay 60-i villa. Tehát a Vároldal talán legpanorámásabb helyén vagyunk, a Vár Duna felőli bejáratánál, ami mostanában alakul át. Egyik oldalán már a Vöröskereszt egykori épülete lesz majdnem kész, a másik oldalán a Karmelita kolostor a miniszterelnökkel és a kormányzati hivatallal. Itt áll az Ybl Miklós által tervezett egykori Lónyay 60-i villa utódja. 1870-71-ben gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök keresett magán és rangjának megfelelő lakhelyet. A korábbi pénzügyminiszter kiváló pénzügyi szakember, de kivagyi ember hírében is állott, így történhetett meg, hogy az épületet a törökkori aranybástyára építették, éppen néhány évvel korábban, ahogy 1873-ban az itteni rendezési tervek elkészültek. Miközben Pest, Buda, Óbudából Budapest lett, itt is mentek tovább az ügyek, meg is támadta hamarosan a parlamenti ellenzék maga Csernátoni Lajos, Kossuth egykori titkára. És mire a ház elkészült, a gróf már nem volt miniszterelnök. A villa történetének második fejezete 1923-ban kezdődött el, amikor Báró 60-i Ferenc vásárolta meg. A 60-i családot inkább Adi és József Attila mecénás barátjáról, 60-i Lajosról ismerjük. Testvére Ferenc festőművész volt és híres műgyűjtő. Több mint 800 műtárgyból álló műgyűjteményében Goyától Picassoig, spanyolok és Monettól Renoirig híres francia impressionisták is szerepeltek, de a szőnyeggyűjtemény talán még ezeknél is híresebb volt. A világban a műgyűjteménytől övezve komoly társasági élet is folyt. Amikor Thomas Mann fogadta például a budapesti kulturális elit, akkor állítólag Bartók Béla is itt zongorázott volna neki. Ez nem igaz, mert az egy másik 60-i villa volt, a Bécsi kapu téren levő 60-i Lajos féle villában, és ugyanúgy, ugyebár a József Attila, Thomas Mann kapcsolat is ebből kifolyólag elég ismert, az is oda kötődik, és nem ehhez a 60-i villához. A lépcsőházban a gyűjteménynek a legkiemelkedő darabjai, pontosabban azoknak a másolata is láthatók. Itt például egy Mané kép, egy kései Mané remeklés a Folies-Bergère bárjából. A gyűjtemény kalandos útjához hasonlóan ennek a képnek is kalandos az útja, ugyanis pont a villa építése miatt kellett volna megválnia tőle 60-inak, aztán később az üzlet nem jött létre, végül nagyon kacskaringos és kalandos úton, de Londonban kötött ki, most is egy londoni galéria tulajdona az eredeti. Ez a műgyűjtemény tűnt el a világháborúban, a villát lebombázták, megsemmisült, eltűnt, csak éppen nem lehetett tudni, hogy a műgyűjteményt már korábban a németek, vagy később a szovjetek vitték el. Monos Péter készített a Kizába galéria kiállítására korábban egy szuper virtuális térbe helyezett filmet a 60-i műgyűjteményről, ahol a eredeti tereket bejárva mutatta meg a különböző képeket és műalkotásokat. Itt például egy Székely Bertalan kép látható Léda a hattyúval, hogy hol volt pontosan ott az eredeti képen a női szalomban, a falon, az ablak mellett. Budapesten először a szovjetek bombáztak demonstratív módon, tehát lakóépületeket is 1942. szeptemberében, aztán 1944 nyarától jöttek a szövetséges amerikai bombázók. Bomba találat, tehát csak egy volt, de a műkincs rablás több tételben folyt. Először egy részét 44. december 1-én a németek más zsidó tulajdonú műkincsekkel együtt gyűjtötték össze szervezetten, Eichmann parancsára vonatra rakták, majd a cseh-német határ közelében egy régi ezüstbányában rejtették el. Ebből 1945-ben a megtalálók, a szovjetek és az amerikaiak is csemegészhettek. De mivel a német megszállás pár hónapjában a 60-i Lónyay villa a német tisztek kaszinójaként és tiszti szállásként is működött, biztosan voltak egyéni fosztogatók is.
A megtalált festmények nagyobb részét viszont a Szovjetunióba szállították, mivel Budapest első bombázásai után, igen, ezek voltak azok a 42-es demonstratív szovjet bombázások, a komoly műgyűjtők a legértékesebb festményeiket pesti banktrezorokba helyezték el. Hatvani Ferenc is. A lebombázott hatvani villa helyén játszótér volt, az állam sokáig nem foglalkozott ezzel, a telekkönyvekbe se jegyezték be, így aztán később az örökösök eladták, és itt következett a történet harmadik része. Jó 15 éve egy ambiciózus építető, kivételes tervező válogatotta gyűjtött össze, Kerény Józseftől a világhírű és Pritzker-díjas japán Tadao Andón át Bordás Péterig. Kerényi tervezte meg először a villa replikáját, Tadao Andó lett volna a belső építész, az épület tetejére pedig egy másik világhírű designer sztár, Ron Arad készített volna egy tekeredő kameraobeliszket. Bordás Péter és a Bord stúdió később az újratervezéskor egy két rétegű homlokzatot tervezett hozzá, aminek belső sikja üveg, a külső pedig 48 mozgatható vasbetonpanelből áll, ami az eredeti zárt tömeget idézi, de gomnyomásra megnyitható. A vállalkozásból végül nem lett semmi, és a Villa Budapest a válság miatt nem lesz Budapest legexkluzívabb kulturális találkozóhelye. A 60-i Lónyai Ibl Villa évekig üresen állt. És egy végső ugrás az időben, az épület 2021-ben a Batthyány Alapítványhoz került, itt van a székhelye és természetesen rendezvények tartására is használja, étterem, kiállítások, rendezvénytér, nyilván a szokásos, de ami a non plus ultra, ez a full budapesti, a 150 éves Budapest panorámája.